adásunkat látják 2024. április 12-én pénteken. A pontos idő 20 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Szikra Laci mezőtúron. Kolbásztöltőverseny a Kolbásztöltő Fesztiválon. Április 4-én Szikra László humorista látogatott el mezőtúrra, ugyanolyan mocsok vagy te is, mint Gizi előadásával, amelybe a közönséget is bevonta. A részletekről a humorista nyilatkozott. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, köszönöm a tapsot. Azért köszöntem meg, mert mindig kérdezik, hogy izgulok-e fellépések előtt, és mindig mondom, hogy csak az első tapsig. Egy nénynek az volt a feladata, összes fellépőt kínálgatta, ment Krisztiához, hogy művész úr, egy sütemény szendvicset. Krisztián mondta, hogy köszönöm, nem így fellépés előtt nem szoktam enni, mert akkor a morzsák látapodok a hangszáim, és nem tudok szépen énekelni. Fölment a színpadra, lenyomta a műsort, jött lefelé, néni annyit mondott, hát fiatal, mert nyugodtan ehetett volna. Közönség őszinte. Én is kaptam már meg, mert léptem föl egy lánybúcsúba, képzeljék el is. Olyan kedvesek voltak a csajok, hogyha értem, rögtön lesegítették az akómat. Már a nadrágomnál matadtak, sajnos mennyasszony szólt, hogy lányok, gyűjjeszbék csak a humorista, csippendéltáncos 11-re jön. Mondom, neki van az a pénz, amire vetkőzök nektek. Végignézett rajtam, hát szerintem nincs nálad annyi. 2020, emlékszem, Istvánni. Hát nem lehetett szeretet ünnepét tartani. Tudod, mi a szeretet ünnepe? No. Nem tudom. Ki tudja, mi a szeretet ünnepe? Karácsony a túrót, melyik? Húsvét. Az a szeretet, ha mindjárt megkínálnak, ez a szeretet, nem? Én megmondom őszintén, hogy húsvétkor is van, szoktál locsolkodni? Na én is az a típusú ember vagyok, én melocsolok fűt fákat. De jutam már főleg a fákat, tudom. Szlacikám, idén olyan rendes ember voltam, locsolkodásból, már egy órakor után voltam. Egykor. Jó igaz, hogy így szokom Eszterdán, de az a mértem. Ma egy kajabárt velem, hogy hol voltam már meg, elmondom, hol lettem volna locsolkodni. Azt mondja, ne az ugyan, mert szomszéd Marika megmondta, nála sem volt. Hát mondom, olyan messzire nem jutottam el. De voltam már, ugye, hogy menni a csortalak? Istvánné. Hogy hívják? Ágnes. Azért gondolkoztál, melyiket hoztam el? Te muzsulmánus vagy, vagy mi? A mai napon, április 4-én itt a Közösségi Házban Szikra Laci előadását láthatják az érdeklődők, ugyanolyan mocsok vagy te is, mint Gizi címmel. Mit tudhatunk az előadásról? Az előadás gyakorlatilag a karanténnak köszönhető. Én ugye előtte is stand-up-oltam már, csak ott lemondták a fellépéseket, és én gyakran beszéltem mamámról, papámról így az előadásaim közben, és mindig akartam Facebook videót készíteni, és akkor jött az ötlet, hogy ha már nincsenek műsorok, akkor lehetne videót csinálni, készíteni, csak mi legyen a téma. És megtaláltam mamámnak a kendőjét, akkor adott volt, hogy jó, csinálunk egy olyat, hogy vajon mama mit csinálna a karanténban, leskelődik ki az ablakon, felhívja a szomszéd Marikát, akik létező személyek egyébként, és ezt eljátszottam, feltöltöttem, én egy videót akartam készíteni ebből a témából, csak hál' Istennek annyira népszerű lett, hogy készítettem még egyet, de akkor jöttek a kommentek, hogy vajon ehhez mit szól papa, úgyhogy adott volt, hogy felkerül a svájci sapka, és akkor elmondja papa is a véleményét. Akkor a karanténról azóta már rengeteg témát feldolgoztak, sőt, vannak olyan videók, amiben együtt szerepelnek mind a ketten is, és így kialakult úgymond egy műsor gerinc. Kezdem én, mint az unoka a Laci, után felkerül a svájci sapka, jön papa,
azután megint unalka a Laci, és felkerül a kendő, és jön a mama. A Gizi pedig úgy alakult, hogy mi gyerekkorunkban, tehát a Gizi is egy létező személy volt, nem minden Gizire gondolunk, egyetlen Gizinek szól ez az egész. Nagyon szeretjük a Gizellákat egyébként, hogy gyerekkorunkban átrúgtuk a labdát a kertjébe, és nem adta vissza, és akkor mentünk mamához panaszkodni, és mondta, hogy hagyjátok, a Gizi egy mocsok. És akkor így alakult ki ez a dolog, és ez már úgymond szállóigedett, tehát nagyon sokat hallottam én vissza, hogy ugyanolyan mocsok vagy te is, mint a Gizi. Ugorjunk egy kicsit vissza az elejére. Mit lehet róla tudni, hogyan kezdted el a comedy-s pályafutásod? Az egész olyan 2009-re nyúlik vissza, akkor már ment a Showdel Club nevezetű műsor, aminek később én is tagja voltam. Én először csak néző voltam, nagyon tetszett, valamint így baráti társaságokban rengeteget humorizáltam, és akkor egyszer keresztanyám mondta, így családi körön belül egy családi rendezvény volt, azt hiszem karácsony, és ott persze adtam magamat, és akkor mondta keresztanyám, hogy Laci, neked ezzel kellene foglalkoznod, ugyanolyan vagy te is, mint a Fábri. És akkor úgy láttam, hogy van ilyen felhívás, hogy fellépőket keresnek a Showdel Klubba, jelentkeztem, és akkor így lassan, szépen lassan elindult a humorista pályafutásom. Hogyan készülsz egy ilyen előadásra? Előtte elgondolod a történetet, rákészülsz, vagy pedig csettintésre megy? Előtte átgondolom azért is, mert most már 6 önálló esten járom az országot, mind a 6 különböző. Mind a 6-ba szerepel mama, papa, unoka, Laci, de teljesen más tematikájú, más témákról szól végül is, és ugye mások a poénok, tehát minden előadás más, úgyhogy amikor például 2 hete is előfordult, hogy 4-szer egymás után léptem föl, mind a 4 más előadás volt, ott bizony azért át kellett olvasni, nézni az előzőket, hogy most mit is kell mondani, melyik is tartozik ide vagy oda. Úgyhogy azért természetesen rá kell készülni, viszont lesznek olyan részek az előadásban, ez mindegyikben van, minden műsorban, hogy én bevonom a közönséget, tehát sokszor ők alakítják, úgymond. Azt is szoktam mondani, hogy nincs 2 egyforma műsor ennek köszönhetően. Hogy nem keveredsz bele az előadásokba? Úgy az év meghozta a rutint szerintem, tehát először nem mondom én is, hú, nagyon be voltam ijedve, hogy úristen, mi lesz, amikor még ugye kezdődött a pályám, de most már úgy kialakult egy olyan rutin, hogy tudok bármire reagálni, ha elfelejtenék valamit, akkor úgy is kivágom valamit, vagy poént csinálunk belőle. A legjobb poénok a színpadon születnek, úgyhogy. Ez így van. A közönség mennyire szokta élvezni az előadásaidat, mik a tapasztalatok, illetve a visszajelzések? Hála Istennek, nagyon jók. Nagyon szeretik. Azt vettem észre, hogy amikor mondjuk felkerül a svájci sapka, vagy felkerül a kendő, jön a papa-mama karakter, akkor sokszor előkerülnek a telefonok, fotóznak, utána is odajönnek, nagyon sokan gratulálnak. Én úgy gondolom, hogy általában mindenkinek tetszik. Sőt, egyszer mondta egy néző, hogy mondhatni egy komplett színházi élményt kapnak, mert 3 személyt kapnak, 3 szereplőt, egy által, és ezt ha itt lesztek, vagy a nézők is megláthatják, akik eljönnek az előadásaimra, hogy nagyon változatos. Tehát van benne stand-up comedy, van benne interaktív humor, van benne papa karakter, mama karakter, lesz énekes humor is, tehát igyekszünk kiszolgálni minden igényt. Készülsz a jövőben újabb sztorika? Természetesen, folyamatosan agyalok. Most is rengeteg ötlet van a fejemben. Így is alakult ki végül is a 6 önálló est, hogy kezdtem egyel, aztán jött a következő, annyi mondani való van. Videók is folyamatosan jönnek. Már most megvan, hogy jövő héten mit fogok forgatni, úgyhogy. Hogy tudod összehangolni így a videót a TV szerepléssel, illetve hogy jársz országszerte? Nehéz. Szoktam mondani, hogy jó lenne egy titkárnő, mert főleg, hogy még a könyvelést is intézni, aztán a poénokat megírni, megtanulni. Nem egyszerű, de élvezem. Én azt mondom, hogy én egy szerencsés embernek mondhatom magam, mert végül is a hobbim lett a munkám. További sok sikert kívánunk akkor neked, illetve ez egy felhívás, hogyha valaki állást keres ezek szerint. Ha valaki titkárnőnek szeretne jelentkezni, akkor megteheti? Várjuk a jelentkezőket, így van. Én köszönöm szépen. Mesikém, eltűntél te is!
jó, milyen jó érzi magát, nem? Tényleg igaz a mondás, minden rosszban van valami, olyan rossz nézni, hogy jó érzi magát, nem? Hú, ez így! Az most visszamegy, az mit mond? Hát, ne gyertek magyarul! Hú, azért megnyugtattál, annak, hogy most egy tenger azért elválaszt minket, azért jó. Mi van, Lacikám, ki élvezett, hogy dumálhatsz? Mi otthon meg... Otthon meg tény van. Papa is mutkol neki, mondom, papa, mondom, beszélj számot, azt mondja, hogy ne beszélni, napközben nem jutok szó mellett. Jó vannak? Hát jó, magának. Úgyhogy ilyen. Azt ugye milyen hülyeik voltak, Margókám, első karantén, 2020, emberek kiloszámra vették Krisztel Gúri Pavlicsukrot. Ugye? Éreztek, ugye? De bólogassál, mert te is vettem. Mert te ott állt mögöttem a sorban. Hozzáteszem, én sütök, főzök a papának. Én most is mosolhatnám be a tepsit a sütőbe. Ne röhögjél! Mi? Van! 60 kiló! Hát most... Hát felolvoztam egy kiló, hát... Figyelj, napi 4-5 kiló, hát tényleg nem vettem többet. Most is most röhögjél! Mosolhatnám be a tepsit a sütőbe. Tudod, mit sütök? Hát ha sikerül, akkor süteményt, hanem akkor még kalácsot, érted, de... De a papának semmi nem jó, Lacikám, az nem olyan fai, mint te. Harmadik alkalommal került megrendezésre Mezőtúron a kolbásztöltő vigadalom, amely nagy sikereknek örvend minden évben. Az eseményen számos csapat méretette meg magát különleges vagy hagyományos készítési kolbászaival. Gazdák standjánál mi tudhatunk itt, hogyan készül a hús, milyen különleges receptje van neki. Különleges recept, hallom? Igen. Beleraktuk a bele valókat. A webben motorja gyúrjuk. Gyúrjuk ezek? Gyúrjuk. Mi a titka ennek a gyúrásnak? Mennyit kell gyúrni, hogy jó legyen a hús? Hát, egy olyan jó évet, másfél évet, mert a disznónak meg kell nőni. Ha megnőtt a disznó kellő mértékben, kell hozzá egy kis böllér, aki lecsapja, és utána kell hozzá egy kis hús kivenni belőle, hogy legyen a kolbászba való. Ahogy látjuk, nektek már nagy tapasztalatotok van benne, mennyire... Nekünk nagyon nagy tapasztalatunk van, minden évben visszatérő vendégek vagyunk, így disznókodunk jobbról balra. Azt nem tudjuk, hogy mit csináljunk, de nagyon jó megy. Ellátó sátrában is zajlanak a munkálatok. Hogyan készül, és mi készül itt? Hát itt ilyen intézményellátós kolbász, házi fűszerezésű, különleges, ahogy mi szeretjük. Mit lehet tudni a házi fűszerezésről? Hát az arányokat, hogy milyen arányban van benne a fokhagyma, só, bors, paprika. Attól lesz házi, különleges. Olyan, mint amit mi szeretünk, egyedi. Mik a vények az intézményellátós kolbászról? Mik a vélemények? Hát, még most fog bekavaródni teljesen, de mi szeretjük. Kicsit csípős, kicsit fűszeres.
Reni Zumba Dance csapata is gőzerőkkel készül a versenyre. Mit tudhatunk, hogyan készül itt a kolbász? Sziasztok! Hát a tavalyihoz képest egy kicsit változtatunk a recepten, úgyhogy egy kicsit pikánsabbra terveztük a kolbászt. Az idén, hát most indultunk ugye másodjára, hát szeretnénk most is legalább azt a helyet megtartani, amit ugye tavaly elértünk. Hát elég nagy meglepetéssel készülünk a tálalás szempontjából, úgyhogy remélem, hogy a zsűrinek tetszeni fog. Hagyományos módon készítjük. Hát itt a fiúk ügyesek, mi csak így egy picit járulunk a dekorációval, meg stb. Ez az első versenyetek, amire mi már másodjára vagyunk itt. Tavaly fantasztikus volt, reméljük, hogy most is hasonló lesz. Készült valamilyen változás így a tavalyi évhez képest? Nem, teljesen ugyanaz lesz, ami tavaly is volt. Van-e valamilyen különleges receptje a kolbásznak? Hát figyelj, igazából a édesapámat kérdeztük meg tavaly is, most is ugye hasonlóképpen, úgyhogy most már remélem kicsit még ügyesebbek leszünk, úgyhogy ennyi. Hogyan készül nálatok itt a kolbász? Hát nálunk úgy készül a kolbász, hogy kerül bele bors, fűszerkömény és fokhagyma, só. Mi csak hagyományos módon készítjük a kolbászt. Mi a disznóvágást is nagyon szeretjük. Párom henteskedni is szokott. Így már most második éve jövünk ki erre a kolbásztöltő fesztiválra. Milyen tapasztalataitok vannak? Hát mi nagyon szeretjük ezt a programot. Nekünk egy jó kikapcsolódás párommal, a munkatársával és a keresztszüleinkkel, és szeretünk ide járni. Csapata is nagy erőkkel készül a mai versenyre. Mit tudhatunk nálatok, hogyan készül a kolbász? Hát nálunk hagyományosan készül, semmi extra nincsen benne. Első alkalommal vagyunk itt ismét. Bízunk a legjobbakban. Eddig hogy érzitek magatokat? Teljesen rendben van minden, nagyon jó minden. Egész családdal itt vagyunk, egy egész nagy família. Látjuk, hogy mi lesz belőle. És honnan jött az ötlet, hogy meg szeretnétek magatokat mérettetni ezen az eseményen? Mivel, hogy szakmámba vág, mivel hentes vagyok, ezért próbáltuk úgy csinálni, hogy megszervezni, összehozni, megláttuk az interneten. Szóltam a többieknek, hogy mi lenne, ha, és megcsináltuk a kötényt, és itt vagyunk. Akkor nagyon sok sikert kívánunk a mai naphoz. Köszönjük szépen! Készültök erre a versenyre, milyen különleges receptje van a kolbásznak? A mi receptünk az egy teljesen hagyományos, mezőtúri alapú, tehát próbáltunk a hagyományokhoz hűen egy olyan fajta kolbászt készíteni, ami mezőtúra jellemző. A másik fajta kolbászunk egy citromos kolbász lesz, ami Kossuth Lajos kedvence volt, mikor még a torinói
számüzetésben volt, sokat fogyasztott ilyet állítólag, és Krúdi kedvence is volt többek között ez a fajta kolbász. Ezt próbáljuk most itt eladni. Ezt majd grillen fogjuk elkészíteni, a mezőtőrit pedig zsírba, hogy szokás volt régen is, meg most is az. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen fajta különleges kolbászt is készítetek? Onnan jutott ez eszünkbe ez az ötlet, hogy nyilván mindenki arra fókuszál, hogy a hagyományos mezőtőri ízeket jelenítse meg, ebből van mindenkinek. Most, hogyha csinálunk bele egy kis csavart, teszünk bele egy kis más valamit, az szerintem csak szélesíti a palettát. Ez az első versenyetek? Ez az első. Tavaly is készültünk már rá, de sajnos nem jut össze egyéb okok miatt, de már készülünk, és a következőre is nagyon készülünk. Már megvan az ötletünk is. Akkor nagyon sok sikert kívánunk a mai naphoz is. A Foltvárok Társasága ugye első alkalommal méretteti meg magát itt a rendezvényen, és erre az alkalomra külön kötény is készült. Hogyan érzik magukat itt, illetve mi hozta önöket ide? Hát nagyon jó a buli, jól érezzük magunkat. Kicsit dolgozunk, kicsit szórakozunk. Tulajdonképpen, hogy mi hozott minket ide, az egyik csoporttársunk, a Szabóné Kecse Krisztinek a férje, a Szabó Tamás, egy ilyen tiszteletbeli foltvaró, ő szokott főzni nekünk a rendezvényeinken, és felvetette, hogy mi lenne, ha. És azonnal ugrott mindenki, hogy akkor rajta gyerünk, és akkor próbáljuk ki magunkat ezen a területen is. Tehát ez egy ilyen kihelyezett csoport találkozó. A Vart Mezőtúr csapata hogyan készül a mai napra? Úgy kezdődött a dolog, hogy a kollégák megkérdezték, hogy van-e kedvünk, meg van-e lehetőségünk részt venni ezen a mai rendezvényen, és hát megszerveztük, összekészültünk, összebeszéltünk, és egy teljesen hagyományos mezőtúri ízeken alapuló kolbászt fogunk készíteni. Eddig hogy érzik magukat? Ragyogóan. Ez az első alkalom, hogy részt vesznek ezen az eseményen? Nem, tavaly volt az első alkalom, akkor egy kicsit nagyobb csapattal vettünk részt. Hát most kicsit kisebb volt az érdeklődés a cégen belül, de ez a kemény mag, ez továbbra is itt jelen van a rendezvényen. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak? Hát itt nagyon sok embert megismertünk, eddig is ismertünk nagyon sokat, és akkor itt a többi csapattal is ismerkedtünk, néztük, hogy ki hogy csinálja, és hát jól érezzük magunkat. Daniel Family ismét megméretteti magát ezen az eseményen. Mit tudhatunk most, mivel készültetek? Túlságosan nagy változást nem gondoltunk. Egy kis húsvéti hangulatot próbálunk a díszletbe belevinni, de a kolbász ugyanúgy hagyományos kolbász lesz majd. Nagyon sok eseményen részt vesztek itt mezőtúron. Mik a tapasztalatok? Hogyan érzitek magatokat? Nagyon jól érezzük magunkat. Mindig szeretünk, örömmel jövünk vissza mindig mezőtúra. A tavalyi évben is több programon részt vettünk, és mindegyik nagyon-nagyon jó volt. Van-e valamilyen különleges receptje így a kolbásznak? Igazából nincsen. A kolbász szeretete szerintem az a legfontosabb. Virág Népdalkör is megméretteti magát ezen az eseményen. Mit tudhatunk, hogyan készültetek a mai napra? Izgalmasan készültünk erre a napra, ugyanis most vagyunk elsőnek ezen a rendezvényen megméretetni. Eddig minden évben csak csorgott a nyálunk a sok kolbász után, mikor itten énekeltünk a színpadon, és most úgy döntöttünk, hogy
egybekötjük a kellemest a haszossal, és mi is beállunk kolbászt tölteni a mai napon. Van-e valamilyen különleges receptje a kolbásznak? A kolbászunk, amit készítünk, az a hagyományos családi recept alapján készítjük. Az alapfűszereket tesszük mi is bele, só, bors, paprika, kömény, egy kis füstölt paprika, ilyesmi. Az előbb érkeztetek le a színpadról, mondhatni elég szoros a mai napotok. Hogyan érzitek magatokat eddig? Nagyon szépen köszönjük, jól érezzük magunkat. Itt ugye már reggel 8 órától itt vagyunk, és ugye standot építettünk, díszítettünk, előkészültünk a kolbászhúsra, hogy átvegyük, és mi ezt átvettük a kolbászhúst, utána el is mentünk énekelni, ahol a közönségnek próbáltunk kedveskedni borosdalokkal, mohácsi borosdalokkal, és hát az idősebb korosztálynak egy olyan, vagy idősebb, fiatalabb korosztálynak egy olyan csokorra kedveskedtünk, hogy egy nóta csokor, amiben mulatos csárdás dalamokat hallhattunk. A Túri Pocaktöltők Egyesülete is készül már a mai napra, nem csak kolbásszal, mi tudhatunk, ti mivel készültök? A mezőtúri hagyományoknak megfelelően pörköltel is készülünk, egy birka pörköltet, amit mindannyian nagyon szeretnek mezőtúron, és egy különlegességgel is készültünk, szarvas pörköltet, amit úgy gondoljuk, hogy 11 óra körülre megfőzünk, mert akkor már azért a kedves vendégek itt szoktak lenni, és érdeklődnek, hogy mikor ebédelhetnek már. A pörköltek mellett kolbásszal is készültök, mi tudhatunk, hogyan készül? A kolbász nálunk is hagyományos módon készül, alapvető fűszerekkel, só, bors és paprikát fogunk beletenni, illetve egy kis köménymagot fokhagymával. Nagyon nagy különlegességekkel most nem készültünk. Már megkaptuk a húst, a kolbászhúsnak a bekavarása már megtörtént, az már készen van, lassan készülődünk a töltéshez, és utána pedig sütjük majd a megfelelő mennyiséget, amennyit a kedves vendégek szeretnének elfogyasztani. Nagyon sok eseményen részt vesztek ti is, és megmérettetitek magatokat. Mik a tapasztalatok, hogyan érzitek magatokat? Az előkészületek nagyon-nagyon sok munkát igényelnek, mire tulajdonképpen reggel 6 órára, 7 órára, akár itt, akár másik helyszínen is készen vagyunk. Viszont nagyon sok ismerőssel találkozunk, úgy szintén főzőkkel, akár itt velünk szemben a karcagi főzők, a nyugdíjasokkal, a városból, a szomszédvárosokból is nagyon-nagyon sok mindenkivel találkozunk. Jó a kapcsolat, jó a hangulat, örülünk neki, hogy rengetegen jönnek ki. Mai időjárás is nagyon jónak ígérkezik, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan lesznek kint. Nem csak a kaja, hanem a programok miatt is sokan fognak megjelenni. Készült a Retro Csajok csapata a mai napra. A Retro Csajok csapata kétfajta kolbásszal készül, egy klasszikus ízesítésű csemege kolbásszal, meg egy enyhén csípőssel. Van-e valamilyen különleges receptjük ezeknek a kolbászoknak? Igazság szerint a családi disznóvágások receptjét hoztuk el. Extra igazság szerint van, akinek lehet ez is különleges, de nekünk ez a hagyományos íz. Első alkalommal vagytok kint ezen a rendezvényen? Igen, első alkalommal szereplünk, de mivel mi a Berettyóörös idős ellátását is képviseljük, az időseinkkel már voltunk itt nézelődni. Hogyan érzitek magatokat eddig? Nagyon jó hangulatba telt eddig a délelőtt, mindenki megtalálta maga feladatát, és nagyon jót nevettünk már.
való kolbász készül itt az időtöltők sátránál. Már nem az első alkalom, hogy egy ilyen eseményen vesztek részt. Hogyan érzitek magatokat? Nekem kettős érzetem van, hiszen én csak egy 10 percre szoktam erősíteni a csapatot, hiszen ilyenkor azért a szervezői feladatok az első számúak. Viszont a csapat azt mondta, hogy ha még csak ketten is vannak most, hiszen mások egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni, ők akkor is jönnek, mert ez a kedvenc rendezvénye a városi rendezvények közül. Finom falatok sátra alatt milyen finom falatok készülnek? Ezek nagyon hagyományos kolbász, mezőtúri, amit anno tanultam a szüleimtől. Nincs benne semmi különleges, sólyúbors, köménymag, fokhagyma, mit hagyok ki, semmit ugye, paprika. És hát ez a hagyományos, ebben semmi nincs. Mi egyébként a Diabetes Klub vagyunk, és így ez lett a fantázia nevünk, hogy túri finom falatok. Hát reméljük, hogy jól sikerült, és ízleni fog nekünk is, másoknak is. Első alkalommal vannak kint ezen a rendezvényen? Nem, itt voltunk tavaly is, tehát második alkalommal, és nagyon jól éreztük tavaly magunkat. Azt gondoltuk, hogy most is lesz, és úgy tűnik, hogy igen, jó lesz a hangulat, jól érezzük magunkat, ez egy szép dolog, vagy jó kezdemény, jó együtt lenni, nekünk ez nagyon fontos. A Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klub hogyan készült a mai rendezvényre? Hát izgatottan, izgatottan. Megbeszéltük előre már, hogy ki mit hoz, hogy mit csinál, mindenki hozta, amit szoktunk. Amit megbeszéltünk, már be is töltöttük, mindenki nagyon oda tette magát, készültünk rá, jól érezzük magunkat. Van-e valamilyen különleges receptje a kolbásznak? Hát mi hagyományosat csináltunk, mert vannak köztünk betegek, akiknek a gyomra nem bírja a nagyon fűszerest, és akkor úgy gondoltuk, hogy mindenki kedvére teszünk, és egyfajtát, a megszokottat, hagyományosat csináltuk. Két fiú kavarta, ők, mi meg segítkeztünk, meg a sütésbe. Fidesz csapatának sátránál mik készülnek? Különböző ízesítésű kolbászokkal készültünk a mai nap alkalmából. Gyakorlatilag a hagyományos ízek mellett egy kis narancsot is csempészünk a kolbászba, úgyhogy elég incsiklandozó ízek lesznek, bízunk benne legalábbis a zsűri szerint is. Reggel időben megérkezett a csapat, és azt szerettük volna elérni, hogy a közösség erősítése mellett nyilván az ízekkel bemutatkozzunk itt a kedves mezőtúriaknak. Örömmel látom azt, hogy nagyon sokan látogattak ki a mai nap alkalmából, és hát bízunk benne, hogy a nap hátralévő részében is nagyon jól fogja érezni magát mindenki. Mi egyértelműen azzal a céllal indultunk az idei évben, hogy a saját kis közösségünket is erősítsük, és mellette azok a szomszédos csapatok, civil szervezetek és baráti csapatok, akik elindultak itt a szomszédos területeken, velük is erősítsük a barátságot és az összefogást. Ezúton is köszönet a szervezőknek a mai napért. Honnan jött az ötlet, hogy narancsot tesztek a kolbászba, ez még újdonság? Hát igazából az ötlet az onnan jött, hogy gyakorlatilag a csapathoz közel áll ez a gyümölcs,
és volt olyan közösségi tagunk, aki azt mondta, hogy mindenképpen próbáljuk ki. Nyilván a próbákból szoktak lenni nagyon különböző és jobbnál jobb ételek, úgyhogy a gyúrás közben belecsempésztük ezt az ízt. Gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy wow, tehát ez az íz, ez valószínű, hogy különleges lehet, és egyben finom is. Így utána be is töltöttük, és hát bízunk benne, hogy a zsűrinek is tetszeni fog. Hogyan érzitek magatokat a rendezvényen? Nagyon jól. Hát én azt gondolom, hogy tavaly évben, ha jól emlékszem, vagy a tavaly előtti évben kicsit borús, illetve esős időnk volt. Hát a mai napra pedig csak dicsérni tudom a szervezőcsapatot, mert jól ügyesen megrendelte ezt a napos időt. A hangulat remek, én azt látom, hogy jól érzi magát mindenki, minden adott ahhoz, hogy egy jó közösségi rendezvény legyen itt a Petőfi téren. A nyugdíjas klub mivel készült, milyen finomságokkal készült a mai napra? Az előző évhez hasonlóan ma az idén is kétféle kolbásszal készültünk, egy zöld fűszeres fehér kolbásszal és egy túri hagyományos parasz kolbásszal, úgymond. Ezt a kettőt szeretnénk majd leadni. Milyen vízhangja van ezeknek a kolbászoknak, mennyire ízlik a közönségnek? Én szerintem a közönségnek nagyon ízlik, meg a klubtagok is nagyon élvezik, meg úgy összességében jól érezzük magunkat. Mióta elindult ugye ez a Kolbásztöltő Fesztivál, azóta mi is részesei vagyunk, vagyis hát itt vagyunk jelen, úgy mint tavaly, az idén is részt veszünk rajta. Klubja is készül már a mai napi versenyre. Mit tudhatunk itt, mik készülnek? Hát itt is ugyanaz készül, mint a többi sátorba. Mivel kolbászfesztivál, kolbászütünk. Van-e valamilyen különleges receptjük a kolbászoknak? Van egy különleges receptünk, amelyik 1800-as években próbálták gyakorolni. Mondhatom azt, hogy a mai napig megállta a helyét. Tudnélik, a kubikosok is vágtak disznót. Azok is nagyon szerették a kolbászt, meg jó ízű kolbászt csináltak, mivel jó, olyan sertést tudtak maguknak nevelni, ami épp a kolbászba való. Anti bácsi, hogyan emlékszik vissza a gyerekkorából a disznóvágásokra? Hát ez két mondatban nem lehet elmondani. Mi gyerekünk már előtte valónap készültünk rá. Hagyományos kézzelhajtós perzselővel, vagy szalmával perzseltek, oda kellett készíteni a csutkát, a szárazfát, a szalmát, mivel perzseltek. Most volt a disznóvágás perzelés alkalmával egy kis tűz, ahol mindig meggyújtották a szalmát, azt úgy rakták a disznóra, és ottan villával forgatták, mikor leégett a szalma, utána megkaparták. Milyen ceremónia kísérte a disznóvágást? Jó, hát ez egy nagyon érdekes dolog volt. Hát minket, gyerekiket már betereltek a ház elé, meg lettek hívva a szomszédok, nehogy elszaladjon a disznóvágás elől. Hatalmas visításval kicipelték a perzselő helyre, mint gyerekek gyorsan odaszaladtunk, mikor
felborították a disznót, vagy a fülit, vagy a farkát, megfogták, mert az is élmény volt nekünk. Csapata mivel készült a mai napra? Hát jó szándéka, reméljük jó ízekkel, humorral, meg ez egy nemzetközi csapat. Erdélyből érkezett két barátunk Borszékről, Borszék polgármester és egyik kollégája. Vegyes dolgokat csinálunk, nem maradhat el a bor, a humor. Háromfajta kolbász ízesítést próbálunk ki. Reméljük a zsűri tetszését majd elnyeri, mert a miénket már elnyerte a gondolatkor, tehát a tettek végrehajtódnak. Reméljük, hogy mindenki jól érzi magát a fesztiválon, és reméljük, hogy mindenki szenzációs dolgokat csinál. Csak gratulálni tudunk, és aki tovább minden versenyzőnek, jelenlevőnek, hát meg nektek is. Első alkalommal vesznek részt az eseményem? Első alkalommal, mert a legutóbbi kettő az úgy jött ki, hogy pont disznót vágtunk, tehát ütötte a rendezvény a mi rendezvényünket, de most úgy oldottuk meg, hogy most itt leszünk. És hogyan érzik magukat eddig? Várakozásnak megfelelően szerintem megüti a mércét más rendezvények színvonalával, zene, jó szándék, kiszolgálás, vannak benne furfangos dolgok, egyéni ötletek, látványos, kellemes és hangulatos. A Szebik csapata mivel készült a mai napra? Mai napon mi szalvas pölköttel készültünk, Laci felajánlásával, aztán így reméljük, hogy jól is fog sikerülni. Hogyan érzitek magatokat eddig az eseményem? Nagyon jó. Én úgy gondolom, hogy rendezett rendezvény, sok programmal és jó emberekkel. Először vagytok kint ezen az eseményem? Igen, mi itt először vagyunk. Mi, honnan jött az ötlet, hogy meg szeretnétek mérettetni magatokat? Végülis Laci barátommal beszéltünk, én szeretek főzni, ő is szeret, enni is, én is. Aztán így úgy gondoltuk, hogy megnézzük, hogy milyen ez. A karcagi fakanál forgatók is számos alkalommal megjelentek már itt mezőtúron és mérettették meg magukat. Jelenleg mi készül nálatok, illetve hogyan készítitek az ételt? Hát ugye kolbásztöltő versenyről van szó, bíztunk benne, hogy meghívnak bennünket mezőtúrra, ennek a szép alkalmából el is fogadtuk a meghívást. Itt vagyunk, családostól, mert ugye ez családi hagyomány már, hogy ugye kolbásztöltéssel is foglalkozunk, nem csak a birkapörkölt főzéssel, és mint látható, még mellette főztünk marhalábszárpörköltöt is, és ugye jó az idő, miért ne lennénk itt? Van-e valamilyen különleges receptje a kolbásznak? A kolbásznak mi hagyományosan csak a paprikát, a sót, illetve beletesszük a fokhagymát, egy pici kis borsot teszünk bele az erőssége miatt, és összekeverjük, hagyjuk állni egy olyan jó két óra hosszát, aztán kolbászbélbe tesszük, sertésbélbe természetesen. Milyen tapasztalataitok vannak az elmúlt évekhez hasonlóan? Ugye számos eseményen már részt vettetek, hogyan érzitek magatokat? Hát a tapasztalatunk az, hogy egyre jobban megismernek bennünket, ugye? Minden évben, évről évre visszavárnak bennünket, és keresik ezeket az ízeket, és ugye a karcagi ízek teljesen másak, mint ugye a turkeve, a Nógrád megyébe is mehetünk át, az ország nagyon sok területére járunk főzni. A karcagi ízek azok teljesen másak, eltérnek mindentől. Csapata is részt vesz a mai napon, illetve megmérettetik magukat az eseményen. Mivel készültetek, illetve hogyan készültetek az eseményre? Háromfajta kolbásszal készültünk, abból egy hagyományos, klasszikus, illetve kettő különlegességgel. Az egyik az egy ilyen bajor fehér kolbász csülökkel, az a, nem tudom, hogy látszik-e,
ott majd ott látszik, meg a hölgyek sütik, illetve van egy krumplis kolbászunk, az egy sváb kolbász lesz, úgyhogy három fajtával méretetjük meg magunkat. Honnan jött az ötlet, hogy ilyenféle kolbászokat szeretnétek készíteni? A hentesünk Kírják Zolitól jött az ötlet, aztán mi segédmunkásként becsatlakoztunk, de igazából ő volt itt a szakács és az egésznek a mestere. Van-e valamilyen különleges receptje a kolbászoknak? Persze, hogy van, de hát ezt most nem mondjuk el. Majd a zsűri megkóstolja, értékeli, és akkor utána pedig majd meglátjuk. De összességében azért jöttünk ki, hogy jól érezzük magunkat, jókat együnk, ígyunk. A csapata is megméretteti magát ezen az eseményen, mivel készültek a mai napra? Mi a borokkal elsősorban, meg forralt borral is készítjük a kolbászt. Csípős és semege kolbász fog készülni. Első alkalommal vesznek részt ezen az eseményen? Hát mint csapat, igen, a borászattal nem azon, itt szoktuk minden rendezvényen lenni. Honnan jött az ötlet, hogy mint csapat is szeretnének részt venni? Hazahívtam a gyerekeimet mezőtúra, hogy ők mezőtúri születésűek, és mivel egyik Siófokon, másik Pécsen lakik, ezért úgy gondoltam, hogy összehívom a csapatot, és akkor nevezzünk be. Hogyan érzik magukat eddig? Nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy nagyon szép színvonalas, úgy látom, hogy sok csapat részt vesz benne, úgyhogy... Van-e valamilyen különleges receptje a kolbásznak? Nincs semmi különleges, tehát a hagyományos, amit mezőtúron, tehát itt a alföldi kolbász, tehát nem raktunk semmi más fűszert bele, csak amit a házilag disznóvágáskor régen mindig készítettünk. A rokonok csapata a mai napra? Hát kolbásztöltése. Van-e valamilyen különleges receptje a kolbásznak? Ennek a kolbásznak a különleges recepte az, hogy ősapáinktól tanultam, és akkor ilyen régi klasszik, teljesen klasszik. Igen, a régi ős nagyapáink kolbásza, fűszerezése, és az ír ilyen finom. És ön hogyan emlékszik vissza gyerekkorából a kolbász töltésre, a disznóvágásra? Én úgy emlékszek vissza, hogy mindig ott élt a fenn a asztal sarkába, és akkor figyeltem, hogy hogy csinálják az ilyen kisgyerekkorom óta, a ősök hogy készítik, hogy darabolják a disznót, milyen hús megy bele, stb. Ezt így tanultam meg, és akkor azóta ilyen fincsi.
Kedves csapatok, kedves megjelentek, elérkeztünk a mai rendezvényünk talán legizgalmasabb pontjához, ugyanis perceken belül kiderül, ki viheti haza a dobogós helyezéseket, valamint a külön díjakat a harmadik mezőtúri kolbásztöltő vigadalom alkalmából. A díjátadásra felkérem a zsűri tagjai Tóth Lajost, Csányi Sándor és Rácz Szurkevei Lajost, valamint a külön díjak kiosztásához Herceg Zsolt országgyűlési képviselőt és Szűz Dániel polgármester urat, hogy fáradjanak fel a színpadra. Külön tisztelettel köszöntöm Herceg Zsolt országgyűlési képviselő urat, és felkérem, mondja el köszöntő beszédét. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Tisztelt polgármester úr, tisztelt zsűritagok, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy hagyomány folytatódik. Ugye 3 évvel ezelőtt azt mondtuk itt az első eseményen, hogy bízunk abban, hogy hagyomány teremtődik ebből a szép rendezvényből, és lám, ez már a harmadik, és remélem, hogy még nagyon sok éven keresztül folytatódik ez a nagyszerű dolog. Meg szeretném köszönni polgármester úrnak, minden szervezőnek, a közművelődési és sport Kft-nek, az intézményellátó Kft-nek, dolgozóinak, hogy nagyon sokat dolgoztak azért, hogy az ide kilátogatók jól érezzék magukat, az infrastruktúra rendelkezésre álljon, és egy szép napot tölthessünk itt el együtt közösen. Ami a jó Istent illeti, ő is mellénk állt, hiszen rendkívül jó az idő, nem lehet rá panaszunk. És amit külön ki szeretnék emelni, az az, hogy évről évre többen jönnek, többen töltik a kolbászt, több csapat versenyez, ami tulajdonképpen a rendezvény létrehozásának a célja is volt, nevezetesen az, hogy minél több embert mozgassunk meg, és minél többen jöjjenek el ide, és találkozzanak egymással, beszélgessenek, és töltsenek el együtt egy szép napot. Úgyhogy köszönöm minden bennevező csapatnak azt az agilitást, azt a hozzáállást, azt a szakértelmet, volt alkalmam nagyon sok versenyművet megkóstolni, csak finom kolbászt kóstoltam, nem volt egy sem olyan, amire azt mondhattam volna, bár a szakavatott zsűri majd elmondja, hogy ők mit tapasztaltak, de minden egyes kóstolás alkalmával csak azt tudtam elmondani a csapattagjainak, hogy gratulálok, és csak így tovább be a kalappal. Tisztelt hölgyeim és uraim, nem húzva az időt, nagyon fontos mindezeken túl, amit elmondtam, az, hogy a hagyományainkat, az őseinktől kapott értékeinket, azt vigyük tovább, és lehetőleg minél nagyobb arányban adjuk át a felnövekvő generációk részére. Hát ez a mai nap is arról szól, hiszen a gasztronómia, a hagyományaink, értékeink között jelentős helyet foglal el a disznótor hagyománya, az ott készült ételeknek a hagyománya, nekem is gyermekkoromból rendkívül sok szép emlékem van erről, és hát nem utolsó sorban a közösség összekovácsolása. Köszönöm még egyszer mindenkinek, akik a munkájukkal segítették a mai napot, mindannyiuknak, akik ide kilátogattak, és én is izgatottan, kíváncsian várom, hogy milyen eredmények születtek, ki készítette a mai napon a legfinomabb kolbászt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és polgármester úrnak pedig azt kívánom, hogy még hosszú éveken keresztül a hagyománya őrzése terén eredménnyel tudjon dolgozni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Megköszönöm Herceg Zsolt szavait, a továbbiakban felkérem a zsűri elnökét, Tóth Lajost, mondja el ő is értékelését az elkészült ételekről. Engedjék meg, hogy én is nagyon nagy tisztelettel köszöntsöm a kedves vendégeket, és itt a leges-leges legelején megköszönjem a kedves rendezőknek, az önkormányzatnak, hogy gondoltak ránk és meghívtak bennünket, hogy az idei évben mi hárman, Csányi Sándor kollégámmal, barátommal és Rácz Lajossal alkossuk úgymond a zsűrit.
Minden évben, ugye, amikor ilyen felkéréseket kapunk, el kell mondani, hogy nagyon nehéz dolga volt a zsűrnek, ez egy ilyen klasszikus mondat, de ez ebben az évben is így történt. És még itt a legelején, az első gondolathoz csatlakozva, hadd gratuláljak egyben a szervezőknek, hogy ez a rendezvény így harmadik alkalommal ilyen nagyszabásúvá alakult. Én, mint a Kevi Bölő találkozó szervezői abszolút együtt érzek velük olyan pozitív értelemben, hogy ez a rengeteg munka, ha ezt tovább fogják folytatni, amit mi is vallunk 16 év óta, azt gondolom, hogy mindenféleképp meg kell, hogy hozza majd a gyümölcsét. Itt felírtam egy pár gondolatot a zsűrűzéssel kapcsolatban. Ugye 26 csapat nevezett ezen a mai nagyon szép rendezvényen, kolbászkészítő rendezvényen. 32 darab mintát kellett, idézőjelben mondom, hogy kellett megkóstolnunk, már természetesen jó szívvel tettük, de el kell mondanom, hogy a szakács kollégáim természetesen sokkal rutinosabbak, mint én. Én minden kolbászból próbáltam bőven kóstolni, és nyilván ennek érzem is most a hatását. Tehát nem olyan egyszerű azért 32 mintát megkóstolni, illetve terméket minősíteni, hogy az igazában állagában, sütésében, fűszerezésében mennyire minősül jónak. Én azt gondolom, hogy minden csapatnak, minden részvevőnek gratulálnunk kell, mert nagyon finom termékeket kóstolunk, de teljesen őszintén mondom, nyilván vannak köztük különbségek, de nem lehet olyan mintát említeni, amely azt gondolom, hogy nem tartozhatna itt ennek a rendezvénynek a minőségi színvonalába. A sok finom fűszerezésű kolbász mellett, mint említettem, ki kell emelnünk azt is, hogy nagyon szépen sütöttétek meg a kolbászokat, nem voltak kiszárítva, és természetesen, ami külön díjban is majd fogjuk díjazni, a tálalásban is nagyon-nagyon szépen mutatkoztak ugye a csapatok, és amit el kell mondjak, hogy elkezdtük ugye 1-től 10-ig pontozni a termékeket, és rögtön már az elején bejöttek olyan minták, amelyekre rögtön 8-9 pontokat adtunk, és utána Csányi Sanyi mondta is, hogy mi lesz, hogyha lesznek majd még jobb kolbászok, és hát lettek jobb kolbászok, utána elkezdtük 9,2, meg 9,6. 10 pontot nem mertünk azért adni, rögtön a legelején, de a végére az illető olyan termék is, illetve kolbász, amely majd az eredményhirdetésnél itten megmutatkozik, amely bizony szűk 10 pontot kapott. Én összességében azt tudom mondani, hogy nagyon, még egyszer ismétlem, nagyon jók voltak a termékek, nagyon finomak voltak a termékek, büszkék lehetnek a csapatok magukra, és azt kívánom, hogy a jövőben még nagyobb számban ismerősöket is, akár baráti társaságot bevonva, ahogy mi is tettük a Bölő találkozón, ez egy nagyon-nagyon áldozatos, de egy nagyon hasznos, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó hivatás, hogyha valaki egy ilyen rendezvény szervezésbe fog. Én kívánom még egyszer mind a szervezőknek, mind a támogatóknak, hogy tartsanak ki, és jövőre, hogyha lehet, akkor találkozzunk ugyanitt, és minél több csapatnak kívánom azt, hogy a jövőben bátran jöjjenek, töltsék a kolbászt, ez egy nagyon-nagyon szép hagyomány, és még egyszer nagyon tisztelettel köszönöm a meghívást, és köszönöm a csapatoknak az aktív részvételét. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A továbbiakban felkérem Csányi Sándort, a zsűri tagját, hogy mondja elő is gondolatait. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Először is köszönöm szépen a meghívást! Évente olyan 30-40 rendezvényen veszek részt, gasztro rendezvény, de ez egy csodálatos rendezvény. Én nagyon szépen köszönöm a polgármester úrnak a bizalmat és a szervezőknek. Egy nagy tapsot megérdemelnek ezért a munkáért szerintem. Sok. Három idézetet szeretnék mondani. Az első Mikszáth Kálmán azt mondta, Lajos már jól ismeri egyébként, azt mondta, ne hagyd tehát a magyar konyhát pusztulni hagynom, mert a gyomrom azt kiáltja, hogy magyar vagyok. Tehát ezre a rendezvényre nagyon írjuk. A második idézet pedig Arisztotelész mondta, és nagyon jól figyeljenek a hölgyek. Azt mondta Arisztotelész, hogy a test és a lélek egyensúlyba tartásához legalább egy hónapba kétszer be kell rúgni. Ezt nem én mondtam. Arisztotelész mondta.
És a harmadik idézet most nem jut eszembe, de biztos, hogy eszembe fog jutni, illetve már eszembe is jutott. Mikszáth Kálmán mondta, hogy állatok közt nem az oroszlán a király, hanem a disznó. Mert az oroszlánból nem lehet annyi finomságot készíteni, mint a disznóból. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük a szakmai értékelést, és most pedig az emléklapok kiosztására fog sor kerülni. Megkérem a csapatok képviselőit, hogy a nevük hallatán fáradjanak fel a színpadra, és vegyék át az emléklapokat. Elsőként szólítanám a Tűvarázsló csapatát. A csapatok képviselői a színpadra oldalt tudnak eljönni, és hátul tudnak felfáradni a színpadra, tehát a Tűvarázslók csapat képviselőit várjuk. Következőleg a Kolbi Team csapat képviselőit várjuk a színpadra. A Túri Pocak töltők csapatának képviselőit szeretnék várni a színpadra. A következőkben Tölt a Teke csapat képviselőit várjuk a színpadra az emléklap átvételére. A Sógorok karcagi fakanál forgatók csapatát várjuk a színpadra. Az Éhes Vitézek csapatának képviselőit várjuk a színpadra. Megkérném a csapatok képviselőit, akik feljönnek a színpadra, hogy ne menjenek el, miután átvették az emléklapjukat, ugyanis egy közös csoportkép fog készülni. A Túri Csípős csapatának képviselőit várjuk a színpadra. A Mezőtúri Szépkorúak hagyományőrző csapatának képviselőit várjuk. A Túri Tyúkok és Kakasok csapat képviselőit várjuk. A következőkben a Rokonok csapat képviselőit várjuk a színpadra. Emléklapot vehet át az intézményellátó csapat, az ő képviselőket is várjuk a színpadra. Az időtöltő csapatot is várjuk a színpadra az emléklap átvételéhez. A Szebik csapat képviselőit is várjuk a színpadra az emléklap átvételéhez. A Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klubot várjuk a színpadra.
szeretnék megkérni mindenkit, hogy egy kép erejéért fáradjatok ide a színpadra. Nagyon szépen köszönjük, még egy naptapsot szerintem megérdemelne. Most pedig a díjazottak következnek. A külön díjakkal kezdjük. Elsőként Rácz Turkevei Lajos külön díjában részesül, Mihály János és Juhász Imre a legjobb segítő. Szeretném felkérni Rácz Turkevei Lajost, hogy mondja el ő is gondolatait. Üdvözlök mindenkit, ismernek, láttak tévében, Mezőtúron, az utcán, itt tanítok a úgynevezett 626-ban. Én magatokra kérnék egy hatalmas nagy tapsot, akik ma dolgoztatok. Arra kérnék. A történet azért, mert ti dolgoztatok, felkészültetek erre a mai napra. Akkor gyorsan egy kis gasztró történetet bele csempészek, egy mondatot, hogy mi kell, jó fokhagyma kell, ugye jó kolbászban állunk, ugye? Akkor utána, amikor a pálinkát megösszük és kiugrik belőlünk ez a fokhagymaszak, azt tudni kell, hogy a fokhagyma 1476. december 22-i kötődése kerül be Magyarországra, mivel Mátyás király elveszi második feleségét, aragóniai Beatrixot, és ezt kapja a ferrarai hercegtől nász ajándékba, és ennek köszönhetően kerül be későbbiekben a közkonyhába, mert nagyon sokáig csak a királyi család fogyasztotta, és Mátyás király egy hosszú levélben méltatja ennek a zöldségnek a értékeit. Ennyit lett volna szó. Jó, és aztán megjöttek a fiúk itt mellettem. Egyedül vagy? És köszönöm mindenkinek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük és gratulálunk a különdíjhoz. A továbbiakban Csányi Sándor különdíja következik, amelyet a Vadvirág Dimtalkör nyert el. Ez a népdalkör azért kapjátok, mert ezt a népdalkört a világ legjobb, ma élő, legnagyobb tárogató művész állította össze, Terék József, aki most 100 alkalommal nyert világversenyt, és ezt ő állította össze. Használjátok egészséggel, én nagy tisztelője vagyok a mezőtúri népdalosoknak és a szterásoknak. Nagyon szépen köszönjük! Gratulálunk! A továbbiakban Herceg Zsolt országgyűlési képviselő külön díjában részesül a házigazdák csapata a legjobb bajor kolbásszal. Gratulálunk a házigazdák csapatának, Mezőtúrváros önkormányzatának külön díjában részesül a René Zumba Dance. Gratulálok a René Zumba Dance csapatának, a Békés Szent Andrási Sörfőzde külön díjában részesül a Torkos Osztag csapata.
Hamarosan a dobogósok érkeznek, de még van néhány külön díjunk. Külön díjat vehet át a kolbászok csapata. Külön díjban részesül a VA Elektronika ZRT. Külön díjban részesül és a legszebb tálalás címet nyerte el a Daniel Family. A harmadik helyezést és egy 12.000 forint értékű Lidl utalványt vihet haza a Retro Csajok csapata. A második helyezést és egy 16.000 forint értékű Lidl utalványt vihet haza a Velin borászat csapata. És a harmadik mezőtúri kolbászföltő vigadalom első helyezését és egy 20.000 forint értékű Lidl utalványt vihet haza a Túri Finom Falatok csapata. Felkérni Szűs Dániel polgármester urat, illetve Herceg Zsolt országgyűlési képviselő urat, hogy köszönje meg a zsűri munkáját a szervező cég nevében. Szeretnék megkérni minden díjazottat, hogy fáradjanak ide a színpad közepére, hogy egy képet készíthessünk.
a mai napon a kolbásztöltő eredményhirdetés, amit tudhatunk a kolbászokról, milyen ízekkel gazdagodott. Tisztelettel üdvözlöm a televízió nézőket. Nagyon jó mintákat kóstoltunk, hogy lehet így fogalmazni, kolbászokat. Itt a zsűritársaim nevében is mondhatom. És az, amit elmondtam a színpadon is, hogy gratulálunk minden csapatnak, minden résztvevőnek, mert igazán tényleg jó fűszerezésű, nem túl sütött, ami nagyon fontos egy ilyen bírálatnál, hogy ne legyen a kolbász kiszárítva, kellően zamatos legyen, kellően úgymond szaftos legyen. Tehát én azt gondolom, hogy szinte minden csapat nagyon-nagyon jól végezte a munkáját, nagyon odafigyelve, és nem tényleg bátran mondom, hogy nem volt egy minta sem, ami kiugróan esetleg túlfűszerezett lett volna, vagy valami nagyon el lett volna benne az arányokba tolva. Úgyhogy mindenféleképp gratulálni kell a csapatoknak, meg természetesen a szervezőknek is. Én a Kevi Bőle találkozó főszervezőjeként vagyok itt, ugye, mint zsűritag, és ott is ugye 16 éve kóstoljuk a kolbászokat minden évben. Ott is nagyon-nagyon jó termékek készülnek, és amit itt is részben említettem a színpadon, hogy ezt mindenféleképp, tehát ezt a nagyon szép hagyományt, ezt magát a mesterséget, a hentes szakmát mindenféleképp illik továbbvinni, és jó dolog lenne ezt újra népszerűsíteni. És azt gondolom, hogy az ilyen jellegű rendezvények abszolút alapot adnak annak, hogy ezt a régi, nagyon nagy hagyományokkal bíró hivatás szakmát, ez egy kicsit újból úgymond a fiatalok körében is ismertebbé tegyük, akár egy kolbász készítéssel. Láttam itt nagyon sok gyereket, láttam nagyon sok fiatalt, ami párhuzamosan úgy, mint nekünk is a Bőle találkozó, nagyon nagy kihívás, és nagyon-nagyon jó dolog, hogy egyre több fiatal érdeklődik talán a mesterség iránt, és tényleg azt az ősi dolgot, amit annak idején nagyapáink, vagy az ősünk ugye megcsináltak, meg ugye évről évre családi eseményként, hogy a disznótorok előjöttek minden háztartásba. Ezek a rendezvények kell, hogy ezt visszaadják, és itt ugye beszéltünk a szervezőkkel is, hogy mindenféleképp kell a jövőben ezt a dolgot továbbvinni, mert egyre több ilyen jellegű rendezvény van az országban, de mindig tudunk egy pici újat belevinni, és ezzel azt gondolom, hogy egy kis, nem tudom, örökséget hagyunk majd magunk után, hogyha ilyen nagyobb gondolatokat akarok most előhozni. De minden esetre visszatérve az elejére, nagyon jó kolbászok készültek, nagyon finomak voltak, és hát mindig azt is elmondjuk, hogy nem lehet igazságos döntés hozni. Elnézést kell mindig kérni ugye a résztvevőktől, mert tudom, én is voltam a másik oldalt, amikor ugye lelkes csapattal ugye beneveztünk hasonló jellegű rendezvényekre. Mindig azért indul el nagy átlagban az ember, hogy valami kis csekély dolgot, de nyerjen, akár egy emléklapot kapjon, és nagyon-nagyon nehéz, 32 mintát kóstoltunk meg, nem lehetett, tehát lehetetlen abból most azt mondani, hogy ez volt a legjobb, mert most a 32 mintából azt mondom nektek, hogy legalább 14-15 olyan kolbász volt, amiből legalább egy 6-8, tehát vannak a fele, tehát mondjuk az összes mintának mondjuk az ötöde durván, egy 6-7 nagyon-nagyon-nagyon jó kolbász volt. Na és akkor abból a 6-ból már a végén tényleg úgy próbáltunk dekázgatni, hogy akkor, na jó, te mennyit adtál, adtam 9-et, de hát az akkor az csak 9,2-t ér, akkor adjunk 9,6-ot, mert 10-et sose adunk, és tehát nagyon-nagyon nehéz volt, és nyilván lehet, hogy pont még van itt két zsűritagunk, vagy két barátunk, akkor lehet, hogy pont a másik legjobb 3 kolbász nyer. Így most ezt a 3-at tudtuk így kihozni győztesnek, de tényleg hangsúlyozom, nagyon jó kolbászok voltak. Milyen szempontokat vettek figyelembe a kóstolás során? Nézzük általában a fűszerarányokat. Az, hogy nyilván a sóság, mert az édes kolbász az egyik lehető legrosszabb kategória, de ugyanúgy azt is el szoktuk mondani, hogy a sós az megint a másik hasonló dimenzió, tehát egyik se jó. Itt láttam, nagyon sokan használtak mérleget, ugye jól tudom, mindenki 10 kg hús kapott, ennek megvannak a jól bevált fűszerezési arányai, tehát aki ezt már régóta műveli vagy csinálja, egy húsfeldolgozó üzemet működtetek, és nyilván mi minden nap, minden egyes tételen minden fűszert ugye kimérünk. Én mindig ezt javaslom egyébként, hogy az a legbiztosabb, hogyha van egy jól bevált receptünk, akkor nem szégyen az, hogyha kimér az ember az a adott mennyiségű hús, az a fűszereket, és akkor az nagy átlagban azért be szokott jönni. Itt azt mondom, hogy minden csapat a nagy átlagban is egyforma összetételű húst is kapott, tehát hogy az egyik csapatnál az a 10 kg egy picit zsírosabb volt, a másiknál lehet, hogy kicsit több volt a húsarány, ez sem mindegy. Egy sütőkolbásznál nagyban meghatározza az összíz hatást, hogy mint említettem, mennyire szaftos, mennyire vegyes az a hús, hiszen a sütés során
a zsíradékok ugye kisülnek a termékből többnyire, részben, de többnyire kisülnek, és ugye maradhat egy szárazabb termék, ami hiába egy jó ízvilágú a fűszerezésből adódóan, de zamatosságában, összetételében mégis csak egy szárazabb terméket kóstolhatunk. Itt is voltak olyanok, amely jó ízű lett volna, de vagy egy picit túlsütötték, vagy pedig magában lehet, hogy a hús összetételben éppen úgy alakult, hogy ott egy kicsit az arányok nem olyanok voltak. Tehát igen, fűszerezés, ami talán a legfontosabb, meg mondom, a sütés, amit itt több, mikor körbe mentünk a csapatoknál, említettünk is, hogyha lehet, akkor ezek ilyen nagy kívánságok, hogy legyen is megsütve a kolbász, de ne is legyen túlsütve. És ugye az sem mindegy, hogy ki milyen eszközbe készíti ezt, mert van, aki egy kis serpenyőbe sütötte, vannak láttam itt, ahol egy komolyabb sütők voltak, tehát nem lehet ugye egyformán részben ilyen tábori körülmények között ezeket a termékeket úgy elkészíteni, ahogy talán mondjuk egy tudományos helyen egy jól felszerelt konyhán megcsinálják. Úgyhogy ezeket a szempontokat néztük, és mondom még ezt, a nehéz volt a döntés, és nem is tudunk igazságos döntést hozni sajnos ilyenkor. Köszönöm, hogy itt lehettünk, és azt beszéltük itt a szervezőkkel is, hogy ha lesz rá mód is lehetőség, akkor mi jó szívvel jövünk, és próbálunk bármilyen tanácsa vagy ötlettel hozzájárulni majd a rendezvény sikeréhez. Adással jövő hét pénteken is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!